Gulyás Gergely, a miniszterelnökséget vezető miniszter április 4-i bejelentése szerint a koronavírus járvány elleni védekezési alapban 663 milliárd forint áll rendelkezésre, ehhez 4 területről csoportosított át a kormány pénzt. Ez az önkormányzatokat is érinti, a politikai pártok, a multik és a bankok mellett. Az önkormányzatoknak a gépjárműadó náluk maradt részét kell befizetniük ebbe az alapba, vagyis a teljes ebből származó adóbevétel 40%-át. Minden elvont forint hiányozni fog, mondja Zomba polgármestere, de szerinte el kell fogadni egy ilyen rendkívüli helyzetben a kormány döntését, mivel Szűcs Sándor szerint az emberek egészsége fontosabb, mint a pénz. Vélemények vannak természetesen, és a vélemények ugye elég megosztottak. Nyilván egy ilyen helyzetben el kell fogadni azt az intézkedést, amit a központi úgynevezett operatív törzs, és nyilván vele párhuzamosan, vagy a fölött ugye a miniszterelnökség hozott. Ezt tudomásul kell venni. Nyilván minden elvont forint az hiányozni fog egy önkormányzati költségvetésből. Azok az önkormányzatok, akik esetleg stabilak, és nagy is, amik tartalékkal is rendelkeztek, azok lehet, hogy közvetlenül működésileg nem fogják megérezni, legfőjebb az éves fejlesztéseket, karbantartásokat, beruházásokat kell átgondoltan elvégezni, vagy egyszerűen elhagyni. Ehhez pedig át kell gondolni a költségvetést. Ennek érdekében már a következő fél évre vonatkozóan új költségvetést terveznek Zombán. Most Zombát is tulajdonképpen ez a súlyadó, ez több mint 8 millió forinttal érinti, és nem mondhatom azt, hogy jól jött ez az intézkedés, viszont el kell fogadni, és azt, amit intézkedést hozott itt a kormány, azt természetesen támogatni lehet, hiszen ha nincs egészség, akkor hiába van pénz. Ezt tudomásul vettük, így gondolkodunk, így fogjuk az évet tovább pörgetni. Nem vagyok benne biztos, hogy nem lesz még egyéb önkormányzati intézkedés, önkormányzati elvonás. Én úgy gondolom, hogy ennél talán még nehezebb lesz kigazdálkodni mindazt, ami ugye itt a óvodaiskola működésével bevételek elmaradnak, ugye az önkormányzat működteti a konyhát, elmaradnak az étkezési bevételek, hogy ez esetleg hogy lesz pótolva, vagy lesz-e pótolva, ezt nagyon nehéz előre megítélni. Át kell majd gondolni az egész költségvetést, hogyha a fél éves rendeletmódosításnál, remélhetőleg addig megtudjuk, hogy hogyan tovább a koronavírussal, ezt az egészet nagyon át kell gondolni, és tulajdonképpen újra kell felépíteni az évet költségvetésére vagy gazdálkodásra. Országosan a gépjárműadó központi költségvetésbe átirányított része idén 34 milliárd forint lesz. A miniszterelnökséget vezető miniszter szerint az önkormányzatok ezzel járulnak hozzá a járvány elleni eredményes védekezéshez. Számos hivatali intézkedést hozott a település vezetése, hogy a koronavírus terjedését lassítsa. Ilyen az idén tervezett esküvők hivatali protokollja is. Tulajdonképpen az előre bejelentett házasságkötések megosztottan alakulnak. Van, aki ragaszkodik a megtartáshoz, természetesen betartva az óvintézkedéseket, úgynevezett két tanús esküvők lesznek. Májusra van kettő visszamond, aki szeretne nagyobb családi, illetve a rokoni esküvőt, lakodalmat, azok visszamondták az óvintézkedések utánra. Júniusra van egy bejelentett, aki még nem mondta vissza, bíznak abban, mind az anyakönyvezetői, mind pedig len a házasulandók, hogy hát ha addig vége lesz ennek a zárlatnak, az óvintézkedésnek, de természetesen ugyanúgy, mint minden másba az önkormányzat, és itt beleértve az anyakönyvezetés, házasságkötést is, az óvintézkedéseket betartjuk. Hál' Istennek elég megértőek a felek, úgyhogy ebből különösebb problémája eddig nem adódott a kolléginaknak. Én úgy gondolom, hogy ez a két tanús, ez belefér ebbe a rendszerbe, a többiek pedig megértették és halasszák. Közös hivatalként összesen 4 település anyakönyvvezetését látja el a zombai hivatal, így a házasságkötés tervező párok Kétyről, Murgáról, Felsőnánáról is a zombai anyakönyvvezetővel kell egyeztessenek.